Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban a mai vasárnapra, virágvasárnapra, prédikációs alapigeként kijelöltek, és amit megírva találunk János evangéliumában, a 12. fejezetben, a 12-től a 19. versig a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, korábban nagyon sokszor hallottam alapigékkel, igehirdetési alapigékkel kapcsolatban azt a megfogalmazást lelkészi körökben, hogy milyen nehéz a jól ismert történetekről prédikálni. És milyen jó az, amikor olyan textust jelölnek ki számunkra egy-egy ünnepnapon, ami nem az ünnepnek a történetét mondja el, hanem például egy prófétai ige, vagy valahonnan máshonnan hangzik a Bibliából, és akkor olyan jó annak az igének a kiinduló pontjából elindulva az alap történetet is feleleveníteni, és megkeresni az Isten üzenetét. Milyen jó összekapcsolni a kettőt, és milyen jó valami új dologra felfigyelni a szokásos, megszokott történet alapján. Most ezen a virágvasárnapi ünnepen a megszokott történetet kaptuk prédikációs alapigeként. A klasszikus virágvasárnapi történetet. Jézus bevonul Jeruzsálembe, ott a jeruzsálemi tömeg, amely hozsannázva fogadja őt, pálma ágakat dobálnak oda elé az útra, és Jézus, aki szamár csikón érkezik, alázatos királyként vonul be a városba. Ez a szokásos történet, a megszokott virágvasárnapi történet. S talán, hogyha nem lenne most a járvány, és a járvány miatti tiltások, a helyzet, a vészhelyzet, akkor kicsit nosztalgikusan gondolkodnánk el ezen a történeten. Talán pont úgy, ahogy karácsonykor szoktunk a betlehemes kellékeken, ami hozzá tartozik az ünnephez, de igazából olyan mélyen nem érint meg bennünket.
ami kedves, aranyos, távoli, de nem szívbe markolóan személyes. Azt gondolom, hogy most a koronavírusos járvány miatt más a helyzet. Másként látjuk a megszokottat. A régi rutint felülírta az élet. Most, amikor korlátozva van az életünk, akkor talán jobban tudjuk értékelni a korábban megszokottat. Jobban tudjuk értékelni a szabad mozgást, a találkozásokat, az öleléseket, s talán az újdonságra kihegyezett fülünk is most jobban meghallja a klasszikus történetben, a klasszikus igében az örökérvényű üzenetet. Amikor az Úr Jézus bevonult virágvasárnapon Jeruzsálembe, akkor a zsidóság és a tanítványok egyaránt arra az ünnepre készültek, a Páska ünnepre, ami emlékeztette őket egy réges-régen történt eseményre. Az Egyiptomból való szabadulásra, arra, aminek megvolt a jól ismert liturgiája, amit úgy éltek meg talán már egész életükben, és már az előző generációk is úgy éltek meg, hogy minden megy rutinból, a megszokott módon, mindenki tudja a dolgát a stáb is, a résztvevők is, mindenki. Amikor adottak a keretek és a tartalom, amikor azonban Jézus váratlanul megérkezik, akkor ezt a megszokott ünnepet valami egészen más tartalommal tölti be. Ebbe az el vagyunk, ahogy eddig, és utána folytatjuk, ahogy előtte, mentalitásba hasít bele az alázatos királyként bevonuló Jézus személye, az ő érkezése. Ahogy bevonul akkor Jeruzsálembe, új értelmet ad a megszokott ünnepnek. És ahogy egyre közeledik küldetése teljesítéséhez, akkor azt a régi üzenetet új tartalommal, a régi szabadulást egy sokkal mélyebb szabadulás ígéretével és valóságával tölti meg. Drága testvérek, az ünnep küszöbén a mai igének az egyik nagyon fontos üzenete, hogy Jézus most nem a megszokott, elvárt módon, de érkezik hozzánk is. Hányan keseregtek az elmúlt napokban? Én magam is hányszor hallottam ilyet drága testvérektől, akik otthonukba vannak bezárva, hogy milyen borzasztó az, hogy most így készülünk az ünnepre, hogy be vannak zárva a templomok, hogy nem lesznek ünnepi alkalmak, hogy amit megszoktunk és hozzátartozott az ünnepünkhöz, az nem történhet meg. De testvérek, attól, hogy ezek nem lehetnek, és be vannak zárva a templomok, ez nem jelenti azt, hogy Jézus nem érkezhet meg. Sőt, virágvasárnap igéje ebben akar megerősíteni, hogy Jézus érkezik. Most is. Mert az ünnepet nem a keret, a liturgia, az istentisztelet helyszíne vagy időpontja teszi valóságossá, hanem az Úr Jézus Krisztus. És ő ezek hiányában is jelen tud lenni. Miért van ez a helyzet? Mi a célja Istennek ezzel? Talán az, hogy bele kiáltsa a világba, hogy ébresztő, vedd észre a lényeget. Most, amikor a szertartások nem takarhatják el Krisztus személyét, akkor lásd meg az igéből kilépő Jézust, a hozzád érkező királyt. Azt a Jézust, aki nem a világi mérce szerint, hanem az Isten szerinti hatalommal érkezik. Aki életet akar menteni, az enyémet, a tiédet, és azért a sok emberét, akik Isten nélkül elveszettek és reménytelenek. Drága testvérem, teljesen mindegy az, hogy ezt a templompadban ülve,
vagy éppen a képernyőn keresztül hallod, mert őt nem korlátozza semmi. Nem korlátozza semmi abban, hogy belépjen a kis világodba, és beljebb jöjjön. Sokkal beljebb, mint ahová eddig beengedted. Az, hogy Jézus bevonult egykor Jeruzsálembe, az egy nagyon fontos lépés volt a Golgotához vezető útján. És az, hogy ez az ige most szól, az nagyon fontos lépés lehet a te szívedhez vezető útján is. És ez az első fontos üzenete ennek az igének, hogy Jézus érkezik, ma is. És a másik üzenet, amit szeretnék ma meghirdetni, kiemelni, hogy ennek a híre megmozdítja az embereket. Aki élni akar, annak mozdulnia kell. Milyen sokszor halljuk most azt, hogy fontos a mozgás, hogy aki teheti, az mozduljon ki az otthonából, és biztonságos módon, talán sétálva, futva vagy biciklizve, de mozogjon. Vagy aki a lakásban rekedt, az tornázzon, és a tévé is segít ebben az idős testvéreknek. Igen, mert fontos a mozgás, hogy megmozduljunk. Mert aki nem mozog, az leépül. Ha Jézus jön, akkor mozdulni kell. A mai igének ez is egy nagyon fontos üzenete. Mozdulni kell, mert különben elsorvad, leépül az életünk. Mozdul a tömeg, és szól a hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Ahol Jézus megjelenik, ott ez a megmozduló tömeg dicsérő éneket énekel az Istennek. Ott nem maradhat érintetlenül a szív. Ott nem lehet csak úgy nyugtázni az eseményeket. Ott felbojdulnak a dolgok. Ott felidéződik a csodák és a jelek emléke. És ott döntés születik. Vagy vele, vagy ellene. Nincs középút. Nincs langyos hömpölygés. Nincs majd lesz valahogy mentalitás. Vagy Jézussal, vagy Jézus ellen. Igen, virágvasárnapi tömeg, mozdul, válaszol, de nincs a helyzet magaslatán. Bármennyire is úgy tűnik most ebből az igéből. Hiszen akik most hozsannáznak, azok nagy pénteken majd feszítsd meget kiáltanak, de azok pünköstkor a lélek erejével bűnbánó kérdésüket is felteszik. Mit tegyünk most? És akkor hangzik majd a bátorítás, a biztatás, az útmutatás az apostoloktól. Bánjátok meg bűneiteket, és keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a lélek ajándékát. Drága testvérek, nagyon hosszú az út a jeruzsálemi sokaság számára, de Isten mentő szeretete végig tudja vezetni őket rajta, és ki tudja munkálni a szívekben az ő mentő szeretetének a csodáját. Hogy a vírus miatt nekünk meddig, hogyan és miként változik meg az életünk, azt én nem tudom megmondani. De azt tudom, hogy az Isten ezt az utat most fontos lelki mérföldkőnek adta. Annak jelölte ki a mi számunkra. És lehet panaszkodni, rettegni, lázadozni, vagy lehet figyelni, kiáltani, engedelmeskedni. Lehet az életet, és lehet az élet urát választani. Lehet benne megerősödni, és vele sok évnyi rutinos hitélet után újat kezdeni. Azt hiszem, hogy áldott lehetősége ez ennek a mai ünnepnek. Körülményektől, emberi lehetőségektől függetlenül Isten drága, Krisztusban nekünk adott ajándékaként. Drága testvéreim,
A húsvétot megelőző vasárnap most ebben az évben egészen egyedi módon zajlik. Pontosan úgy, ahogy az első virág vasárnapon történt. Hiszen akkor mindent felülírt az, amit az Isten előkészített, hogy megajándékozza a világot a megváltás ajándékával. Krisztus áldozata, az ő szenvedése, halála, feltámadása felülírt akkor mindent, és az egyszeri és megismételhetetlen volt. De az, hogy ez belehasítson és újjáteremtsen világot, életeket, az talán a mostani időnek a lehetősége. Adja Isten, hogy az érkező Krisztus fogadására mi készek legyünk, és készek legyünk mozdulni oda arra, amire ő hív. Ámen. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert csodálatosan munkálkodsz értünk. Korlátokat, nyomorúságokat, kereteket, megszokást is képes vagy felülírni és átértelmezni, ha úgy látod, hogy erre van szükségünk ahhoz, hogy átéljük megszólító szavadat, hozzánk lehajló szeretetedet, újjáteremtő hatalmad csodáját. Könyörülj rajtunk, és adj engedelmes szívet, hogy akaratodat felismerjük és elfogadjuk. Eléd hozzuk, Urunk, ezt a nehéz helyzetet. Kérünk, ne próbálj meg minket jobban, mint amennyire feltétlenül szükséges. Vigyázz azokra, akiket megtámad a vírus és életveszélybe kerülnek, és légy azokkal, akik eszközeid a gyógyításban. Adj bölcsességet a vezetőknek, döntéshozóknak, és adj erőt azoknak, akik azért dolgoznak, hogy a mindennapi életünk feltételeit biztosítsák. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy minden nehézség ellenére olyan sok okunk van az örömre. Köszönjük a családunkat, a gyülekezetünket, és mindent, amivel megáldasz minket, atyai szereteted és gondoskodásod által. S kérünk, Urunk, fogadd el imádságunkat, amikor mindazt, ami a szívünkön van, így hozzuk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.